Nagyon kevés példa van Európában, ha egyáltalán van, talán keletebbre tőlünk arra, hogy van egy miniszterelnök, akinek 0 forint megtakarítás van minden évben beírva a vagyonnyilatkozatába. Egyébként tök felesleges, mert senki nem várja el tőle, hogy 10x év miniszterelnökség után egyébként neki 0 forintja legyen, de körülötte minden családtagja milliárdos, vagy éppen 100 milliárdos, legyen szó az édesapjáról, a testvéréről, a vejéről, egyikről, esetleg a másikról, én nem tudom. Tehát nyilván ez egy idő után védhetetlen. Az, hogy egyébként, és ez nagyon fontos szerintem ezt meglátni, és megint az atombombákra egy pillanatra visszatérve meg, hogy lehet-e változás, meg hogyan lehet, fel van építve egy párhuzamos nyilvánosság ma Magyarországon. Tehát lehet, hogy itt 10-szer elmondjátok naponta, hogy Tiborcz István, vagy én elmondom, hogy Rogán Antal, vagy a Partizánban mondanak mást, vagy akármelyik ellenzéki médiumban, de attól még ez az ország jelentős részéhez nem jut el, vagy nem ebben az interpretációban jut el, hanem valaki az Origót olvassa, vagy a TV2-t hallgatja, vagy az Indexet olvassa, arról majd ezért beszéljünk külön, akkor az jön le, hogy itt van ez a tehetséges fiatalember, Tiborcz István, aki a saját lábán áll, és egyébként a milliárdjait arra használja, hogy a nemzeti épített örökségünket megmentse, felújítsa, az enyészettől megóvja, és egyébként erről fantasztikus szakkönyveket is ír, és egyébként a gonosz ellenzék pedig azzal támadja, hogy azért gazdagodott meg, mert Orbán Viktor veje, miközben pont ennek ellenére. Ezzel nagyon nehéz szembe menni, és ezért zseniális a kommunikáció és a propaganda, amit felépítettek, mert két nyilvánosság van. És ez ugyanúgy igaz az ellenzéki szavazókra, tehát ők meg az nem jut el, amelyiként a köztévében van, vagy egyébként a megyei lapokban, vagy az Index talán még igen, de mondjuk az Origó. Fantasztikus, és amit csináltak, az mi, megosztják az országot mesterségesen, miközben egyébként a politikai elit, annak az ellenzék, nagy része az ellenzékből is, de a hatalomból, az egy brancs. Egy brancs, és ezt szépen elosztják a háttérben, az árt ajtók mögött, különböző piknikeken, különböző vacsorákon. És az emberek erről semmit nem értesülnek, hanem egymással összevesznek, iszonyatos feszültségek vannak ebben az országban, baráti társaságok mennek tönkre azért, mert politika szóba kerül, és nyilván mindenki mondja a magáét, miközben ez egy brancs. De milyen piknikeken és milyen vacsorákon történnek ezek az elosztások? Hát én nem mindegyiken voltam ott nyilvánvalóan, de nagyon sok olyan vacsorán voltam, vagy ilyen rendezvényen, ahol alapvetőleg csak is kizárólag a gazdasági vezetők voltak ott. Ott ült az asztalnál több ezer milliárd forint, néha ott ült a miniszterelnök, sokszor ott ült a veje, és sok mindenki, és nyilván ilyenkor nem az ország megmentéséről, vagy az egészségügy rendbetételéről, vagy az oktatás megreformálásáról van szó, hanem arról, hogy kinek mit kéne átvenni, milyen foci csapatot kéne támogatni, milyen beruházásba lehetne beszállni, milyen konstrukcióba, gondolom azt, hogy hogyan kivásárolja meg a repülőteret. Tehát ugye az egy valós narratíva, ugye nekünk befelé azt adták el, és sokan ebben a hitben élnek a mai napig a jobb oldalon, hogy a nemzeti tőkés osztályt azt ki kell építeni, hiszen a spontán privatizáció, a privatizáció évei alatt kirabolták az országot, és sok minden stratégiai vagyon az külföldi kézbe került, multinacionális cégek alá. És ez egy hihető narratíva, hogy egyébként minden országnak szüksége van egy nemzeti tőkés osztályra, lehetnek ilyen vicces véletlenek, azok mind barátok, osztálytársak, családtagok. De az is volt a mondás pár évvel ezelőtt, hogy ez azért jó, hogyha van, mert hogyha bármilyen gazdasági válság jön, megremeg az ország gazdasága, vagy egyébként nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor erre a tőkés osztályra lehet számítani, hiszen egy külföldi multicég mit csinál ilyenkor, kivonja a profitot, azonnal menekíti a tőkét mondjuk ebből az országból, mert nincs érdeke itt tartani, hanem otthonra van rá szüksége. Láttunk olyat, hogy a magyar nemzeti tőkés osztálynak mondott réteg bármelyik tagja a Covid alatt, vagy egyébként a gazdasági válság alatt segítette volna a magyar államot? Hozzájárult volna ahhoz egyébként a költségvetési lyukat betömjük, vagy megmentsünk munkahelyeket? Nem.